Jó estét kívánok Önöknek, jó reggelt Sydney, és kellemes szép délutánt kívánok a New York-i hallgatóknak, remélem senkit nem hagytam ki, és nagyon örülök, hogy ilyen sok országból ilyen sok hallgató van ma is jelen. Remélem a kedves hölgyeket mindenki meglocsolta, és nem maradtak locsolatlanul, a hölgyek és az urak is rengeteg piros tojást gyűjtöttek, remélem, hogy a húsvét, a feltámadás hangulat az még a mai nap is kitartott mindenki számára. A ma esti témánk az izmokat érintő értelmes biológiai különprogramok. Ez egy nagyon átfogó és egy nagyon érdekes előadás lesz, hiszen az izmokat rengeteg minden érint, és rengeteg konfliktusnak lehetnek a színterei az izmok. Ma a vázizmokról fogunk elsősorban említést tenni. De mit is jelent az, hogy értelmes biológiai különprogram? Egyáltalán milyen konfliktusok hatnak az izmainkra? Hiszen az izomzatunkat, az megélt konfliktusaink valamilyen szinten befolyásolnak. Hogy milyen szinteken és milyen kölcsönhatás lép fel a lélek-agyszerv szintjén, erről fog ma este is beszélni nekünk dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, életmód tanácsadó és GNM terapeuta. Fogadják szeretettel. Köszönöm szépen, Rika, a bevezetést. És tényleg egy összefoglaló előadásra kerül sor, hogy egy rálátásunk legyen arra, hogyha izmokkal kapcsolatos tüneteink, problémáink, betegségeink vannak, akkor hol kell megközelíteni a problémát, hogy hogyan juthatunk el a megoldáshoz. Mert az a legfontosabb dolog, hogy a problémát először is felismerjük, és utána pedig megoldjuk. A germán gyógytudománynak az atya, a felfedezője, dr. Rike Gerd Hammer, aki az élete tragédiáján keresztül fedezte fel az öt biológiai természettörvényt, az a története röviden, tömören, hogy a 19 éves fia a karjai közt halt meg, pedig 111 napon keresztül küzdött a fia életének a megmentéséért, ugyanis a szavolyai herceg, az olasz trónörökös Emmanuel volt az, aki részegen két pisztolylövéssel halálosan megsebesítette az ő fiát. Az előzmények az öt biológiai természettörvény című előadásban hallhatók. Itt csupán csak néhány részletre fogok kitérni, hogy több időnk maradjon a mai este témájára. Tehát Hammer doktor a fia elvesztése után heredaganatot kapott, vagy mondjam úgy, hogy csinált önmagának, hiszen elgondolkodott rajta, hogy ameddig a fia élt, addig ő teljesen egészséges volt, és a fia halála és az ő heredaganata között, tehát kell legyen valamilyen kapcsolat. És minden nagy felfedezést egy gondolat indít el, és ennek a gondolatnak a mentén Hammer doktor több beteget újra kikérdezett, első lépésben 200 daganatos beteget kérdezett ki, és kiderült, hogy minden beteg a betegségének a megjelenése előtt átélt egy váratlan, meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatást, egy nagyon súlyos történetről volt szó, amiben magányosan benne ragadt, és ebből adódóan majd utána a konfliktus megoldása után jöttek a tünetek, az úgynevezett daganatok. Ezért is nevezte Hammer doktor a rák vastörvényének az első biológiai természettörvényt, és a DHS kritériumait látjuk itten feltüntetve, Dirk-Hammer szindróma a rövidítése a DHS-nek, a fiáról nevezte el azokat a ismérveket, azokat a fő feltételeket, amelyek nélkül nem indul el egy biológiai válasz. Melyek ezek a főbb ismérvek, amik elindítanak egy biológiai választ a testünkben? Gyakorlatilag mindenkinek ennyit kéne tudni, de feltétlenül. Az első három ellen nem tudunk mit tenni, mert mindenkinek lesz az életében váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatása. Ez ellen nincs ellen orvosság. Nem tudunk mit tenni, de az,
hogy meddig maradunk bent a konfliktusba, és ezt mennyire magányosan éljük át, ez csak és kizárólag tőlünk függ. És hogyha nem élünk benne heteken, hónapokon, éveken keresztül, vagyis estére lezárjuk a napi problémáinkat érzelmileg, és nem magányosan fogjuk ezt az egészet végigélni, akkor azt jelenti, hogy másnapra nem alakul ki a biológiai válasz. Hiába jönnek ezután is az életünkben nagyon súlyos, váratlan, hirtelen meglepetésszerű érzelmi megrázkódtatások, nem lesznek ránk hatással, ha nem maradunk benne a konfliktusban. De hát, Karesz, egy konfliktust az ember annyiféleképpen tud megélni, annyiféle módozatban tudja ezt lefordítani magának. Nem biztos, hogy az a megélés, amit én megélek, az a másikra is jellemző. Ez pontosan így van, és ezért soha nem a történet számít, hanem az, hogy az adott esetben a beteg mit élt át. És azt se felejtsük el, hogy a konfliktus pillanatában rögzülnek a sinek. Ugye az azt jelenti, hogy a biológiánk, a szervezetünk rögzíti a körülményeket, pontosan azért, hogyha egy hasonló vagy ugyanabban a helyzetbe kerülünk, akkor már védettek legyünk, tehát kész programunk legyen a túlélésre. Mondok egy egyszerű példát. Baráti környezetből tudom, hogy németországi városban valaki a kiskutyáját sétáltatta, és rárontott abban az utcában egy nagy-nagy kutya. Ezután ezt a kutyát abban az utcában nem lehet bevinni, mert egyszerűen nem akar menni, tehát blokkol, mind a négy lábát kitartja, ha ölbe veszik, akkor éppen a gazdi ölében az öleb átmegy azon az útszakaszon, de ő ott még egyszer nem megy el. Miért? Mert az állatok nem tudják a félelmeiket feloldani tudatosan, de az emberek fel tudják oldani a félelmeiket. És ugye hallottunk egy olyat, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. És ha mi le tudjuk zárni a mai napunk minden komplikációit, ma is érzelmek, félelmek és negatív érzelmek nélkül, akkor a mai történet nem fog a holnapi napunkra kihatni. Tehát még egyszer, ami nagyon lényeges, hogy ne maradjunk benne a konfliktusba, és ne magányosan éljük meg az egészet. És onnantól kezdve már nem lesz biológiai válasz. És amint mondtad az előbb, igen, az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. De milyen érdekes az, hogy az emberek ugyanúgy szokják lereagálni a dolgokat. Bármi történik valakivel, a bejáratot lemez, az mondjuk az, hogy képtelen voltam elmenni, képtelen voltam kiugrani ebből a helyzetből is. És akkor, ha képtelen voltam kiugrani ebből a helyzetből, mi lesz a vajon a biológiánk válasza? Hát az ugrással kapcsolatos működést fogja blokkolni, az ugrással kapcsolatos izmokat fogja lesorvasztani, és már is megvan egy nagyon komoly probléma. A második biológiai természettörvényben Hammer doktor leírja, hogy minden biológiai program, értelmes biológiai külön program két szakaszban zajlik le, van egy konfliktus aktív szakasz, és van egy megoldással kapcsolatos konfliktus megoldása utáni szakasz, a KM itt konfliktus megoldást jelent. Amint látjuk, a vízszintes vonal, az időtenge és rajta az első függőleges vonalon a DHS, tehát az első biológiai természet törvényt ábrázolja, Dirkheimer-szindróma. Történt velünk egy váratlan esemény, na és miről van szó? Benne ragadtam a konfliktusba. Amennyi ideig én benne ragadok a konfliktusba, addig tart a konfliktus aktív fázis, kérem szépen. És akkora lesz a konfliktus tömeg, hogy mekkora az érzelemnek az erőssége, és milyen hosszú ideig tartott ez a fel nem oldott lelki program. Természetesen a megoldás, a KM, a konfliktus megoldása, akkor tökéletes, ha érzelmileg megtörténik ma este minden konfliktus feloldása, és akkor holnap a megoldási szakaszban nem fogunk nagyon sokáig és kellemetlen dolgokat érezni. És lévén izmokról szó, a megoldási szakasz az izmoknak a fájdalmával fog járni, mert ugye itt lebontottunk és visszaépítünk,
és a működés gátlása, ha megtörtént, akkor itt még mindig nem működik az izomzatunk. Viszont jön az epileptoid krízis, amikor kipréselődik mind az agyi központból, mind pedig szöveti szinten a begyülemlett víz, és jönnek epilepsziás görcsrohamok, ha a történet témája olyan volt, és utána következik a hegesedési fázis, amiben az izomszövet teljesen visszaépül, és a lényege az, hogy erősebb lesz, mint volt. Igen, ez abban az esetben működik így, amikor konfliktus meg is van oldva. Ezek szerint vannak olyan helyzetek, amelyekben ez a megoldás nem fut végig, vagy elakad. Ezt hogyan kell értelmezni? Például mi a helyzet a krónikus betegségekkel? Igen, itt a második biológiai természettörvényben Hammer doktor az ideális esetet festi föl. Az, hogy hogyan zajlik le minden. Na de hát az élet nem ilyen egyszerű, van az úgy, hogy el se jutunk a megoldáshoz, és benne ragadunk a konfliktusba. Ez természetesen egy folyamatos izomsorvadást, vagy egy mozgásblokkolást fog eredményezni, amit amiotrofiás laterális szklerózisnak, féloldali izomsorvadásnak, bénulásnak nevezhetek magyarul. Az is előfordul, hogy megtörtént egy mozgással kapcsolatos konfliktusom, le is zajlott a program, de nem oldotta meg érzelmileg. Itt a konfliktolízis, ugye a németül a CL azt jelenti, a konfliktus megoldása. Ez annyit jelent, hogy lekerültem éppenséggel a sinekről, vagy éppenséggel valami mással kezdtem el foglalkozni, de ismét kimegyek a futballpályára, ahol összeütköztem valakivel, és megint újraindítom, mit az epilepsziás görcsrohamot. Mert ez végigfutott program, és ebben az epileptoid krízisben itt epilepsziás görcsroham, vagy nagyon fokozott adott izomcsoporthoz kötődő izomrángások, akaratlan mozgások fognak megjelenni. A függőgyógyulásban csak az a lényeg, hogy amint látjuk, nem jutunk el az epileptoid krízisig sem, vagyis a gyógyulás első szakaszában akadnak el a történetek, és hát ennek is meg lesz a megfelelő következménye, ami valójában a mai estének a témája. Hammer doktor az alapokig ásott le, hogy megértsük, hogy miért történik a szervezetünkben, és itt látjuk azt az általa készített ábrát, ami pontos magyarázatot ad mindenre. Annyit tudnunk kell, hogy minden szervünk, minden szövetünk ebből a három csiralemezből alakult ki, amit itt keresztmetszeti képben látunk, sárga, narancs és piros színekkel. Minden sejtünk, minden szövetünk, tehát ebből alakult ki, mint ahogy a növény kinő a magból, és aztán ugye a magot nem találjuk, tehát magunkban a csiralemezeket senki ne keresse, de azt tudhatjuk az embriológiából, mert ebből minden orvos vizsgázott, hogy melyik szövetünk melyik csiralemezből származik. Ezt természetesen a hallgatóságnak nem kell megtanulnia. Annyit kell tudnunk, hogy melyek azok a félelmek, amelyekkel kapcsolatosan nekünk dolgunk van, mert ha ezeket a félelmeket nem aktiváljuk, akkor nem lesznek biológiai válaszok. Én azt hiszem, ez a megközelítés jobban tetszik a hallgatóságnak, mint hogy elkezdek embriológiai előadást tartani. Tehát a belső csiralemez, amit itt sárga színnel jelölünk, endodermának is nevezünk, a falat konfliktusokat oldja meg számunkra, hisz mindig a túlélésről van szó és a fajfenntartásról, tehát ahhoz, hogy egyáltalán túléljek, ahhoz három dologra van szükségem, ugye? Vízre, levegőre, és hát falatra, táplálékra. És melyikkel bírjuk ki legrövidebb ideig? Hát, ha jól tudom, akkor a levegő az, ami a Hát, legfontosabb. ami nélkül nem bírjuk ki több mint 2 percig, mondjuk. Igen, a víz alatt az első 5 perc nehéz, A mondják. víz alatt igen, Utána már megszokja az de víz ember. nélkül élni, egy hétig is el tudunk élni víz nélkül. Mondjuk táplálék nélkül, hát nézzük, akik éhségsztrájkokat folytatnak, azért egy hónapig is el vannak mindenféle táplálék nélkül, ha kapnak vizet, meg levegőt. Igen. Szóval ebből is adódik, hogy a halálfélelmi konfliktus fogja a tüdőszövet szaporítást beindítani, pontosan azért, hogy még nagyobb tüdőfelületem legyen ahhoz, hogy még több levegőhöz jussak, hogy meg ne haljak.
Ennyi a tüdőráknak a biológiai értelme. Persze a kérdés, hogy meddig élek én halálfélelemben. Mert addig a konfliktus aktív szakaszban folyamatosan szaporítani fogom a tüdőszövet mennyiségét, és ez természetesen a vonatkozó webkonferencia előadásban mindenki megnézheti. Ide még a hang és a fény konfliktusok is betartoznak, és amint látjuk, itt van az idegi központ, a relék, ahova ezek a félelmek becsapódnak, és ahol azokat a bizonyos hámeri gócokat meg lehet nézni. A középső csíralemeznek a kisagyi központja a támadás, bemocskoltság és gondozási konfliktusokat irányítja. Hát a támadás az lehet vélt, vagy lehet valós, vagy csak elképzelt valami, mert az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió közt. És minden olyan történet, amit én támadásként élek, vagy bemocskoltságként élek meg, nézzük meg, hogy miről szól választások előtt a politika, ugye, és ha ezt valaki érzelmileg mélyen megéli, hát akkor ne csodálkozzon rajta, ha a következő héten herpeszes bőrkiütések fognak rajta megjelenni. A gondozási konfliktus csak annyit jelent, hogy túlzásba visszük az aggódást. És ez az emlőmirigyre fog hatni, tehát ez lesz az emlődaganatnak az egyik fajtája. Elérkeztünk a fehér állománynak nevezett idegi központhoz, ami már a nagyagynak a része, annak az alsóbb szintje, és itt vannak azok az idegi központok, amelyek az izmoknak a táplálását biztosítják. Mozgáshoz mi szükséges? Csontrendszer, csontokat összekötő ízületek, az csontokat mozgató izmok, az izmokat ellátó erek, osztó, gyűjtőér és nyirokér, és a kötőszövet, zsírszövet, amiből még plusz energiát nyerünk. Tehát ez az ötféle szövet az, aminek az önleértékelés következtében beindul a sorvadása, majd a megoldásban a visszaépítése. Tehát az izom is ide tartozik, mint szövet a fehér állomány irányítása alatt. De ez az izom tömegére hat, és az önleértékelés miatt fogjuk lesorvasztani az izmokat. Mozgással kapcsolatos konfliktus révén. Az ektodermából származó sejtjeinket az agy kéreg irányítja, és ez a legkomplexebb feladatot tölti be. Mert hiszen, amint látjuk, itt van egy piros színnel jelzett baba, az elválasztási konfliktusokra utal, aminek két vége van, mint a botnak, vagy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elválasztódni valakitől. Ez mindig élőlényre vonatkozó konfliktus. De itt találjuk a mozgató központokat is, azt majd külön még ki fogom vetíteni, azokat a központokat, amelyekből az izmom aktív mozdulata elindul. Tehát én fel akarom emelni a kezem, az, hogy ez megtörténik, ebből az kérgi mozgató központból indul el a parancs. És ugye az ellátás az pedig innen történik a fehér állományból. Ugyancsak az ektodermából származó sejtjeink azok, amelyek megoldják a birtok konfliktusokat, és az összes érzékszervvel kapcsolatos, érzékeléssel kapcsolatos konfliktusainkat, ezt mind tehát az agykéreg irányítja. De mi történik a szervezetünkben valójában? Három dolog történik, vagy sejteket szaporítok, vagy sejteket bontok, sorvasztok, vagy működést változtatok a konfliktus aktív fázisban, és természetesen, hogy mindezt akkor a megoldási fázisban vissza fogom csinálni. Vagyis ha bontottam, itt visszaépítek. Ha építettem, itt felesleges sejteket, itt lebontom. Ha blokkoltam egy működést, egy izomnak blokkoltam a működését a konfliktus aktív fázisba, akkor a megoldási fázisba ezt a blokkot feloldom, és a program végére az izom erősebb is lesz, és ügyesebb is lesz, mint volt. Van ennél egyszerűbb és logikusabb megközelítése a biológiánk megértésének? Ezek szerint az egyetfejlődéstől függ, hogy mi fog a szervezetünkbe történni. Itt olvashatjuk azt, hogy sejtek szaporítása, sorvasztása, illetve működés, változás, módosítása. Lehetséges-e az,
hogy egy sejt egyszer szaporít, aztán működést változtat, aztán megint csirelemezt vált, tehát gondolok itt az áttétekre, hogy Nagyon jó a van egy kérdés, primér valami, ami itt ezt csinálja, a másik szerben igen. pedig amazt. Ezek hipotézisek, vagyis olyan kitalált történetek, amelyeknek nincs tudományos bizonyítéka. Biológiai képtelenség, mondom, biológiai képtelenség az, hogy egy belső csiralemezből származó sejt, ami konfliktus aktív szakaszban először épít, aztán bont, gondoljon egy nagyot és merészet, és elmenjen mondjuk a véráram útján, mert ezt próbálják nekünk igazolni, bár a vérből még daganatos sejteket nem mutattak ki, szóval a véráram útján eljutnak más szövetekbe, és ott átalakulnak valamilyen módon azzá a szövetét. Én nem tudok elképzelni azt, hogy prostata sejtből hogy lesz csontsejt. A kettő két különböző csiralemezből származik, tehát ez nem működik. A véráramban az egyedüli rákosnak nevezett sejtek, azok a leukémia során a keringésben lévő nem daganatos, hanem nem kellően kifejlődött sejtek. Tehát azok még a teljes megérés előtt lévő sejtek, de a csontokról és a vérképzésről szóló előadásban erre külön kitértem. Tehát az áttétek azok finoman fogalmazva is csupán csak hipotézisek. A negyedik biológiai természettörvényben Hammer doktora leírja, hogy a bennünk élő, mondom, a bennünk élő gombák, baktériumok és vírusok, azok nem az ellenségeink, hanem mindig csiralemezhez kötötten fognak segíteni nekünk a sejtek, a felesleges sejtek lebontásában, entoderma, mezodermánál, a visszaépítésben és ektodermánál, még a HPV vírus vagy a hepatitis vírus is azt a feladatot látja el, hogy az elakadt program végbe vitelével befejeződjön ez az egész történet. Tehát, hogyha megoldjuk az epeutakhoz vagy a méhnyálkahártyához kötött konfliktusunkat egyszer mindenkorra, akkor eltűnik a hepatitis vírus, és eltűnik a feleslegesen ott lévő HPV vírus, ami különben egészséges nő 98%-ánál kimutatott, hogy ott van, és semmi bajt nem csinál. Tehát akkor téves az az elképzelésünk, hogy vannak jó mikrobák, és vannak rosszak, tehát még amit mi rossznak gondolunk is, ott valamilyen értelemmel, funkcióval rendelkezik. A biológiában nincsen jó és rossz. Ilyen a mesében van. A biológiában értelmes biológiai különprogramok vannak, mindennek értelme van, mégpedig a túlélés és a faj fenntartása. Erre mutat rá az ötödik biológiai természettörvény, és ezzel teszi Hammer doktor föl a koronát a munkásságára. Rájövünk arra, hogy mindaz, amit eddig betegségeknek neveztünk, azok értelmes programok, és nem valami istenverése, vagy valami gonoszságnak a következménye. A jó Isten nem ver minket, tudjuk mi egymást eléggé verni, nem kell ő verjen minket, és ha jó, akkor meg amúgy nem ver. Szóval ott tartunk, hogy megértjük a biológiai testünknek a működését, akkor ha valami probléma adódik, akkor azt természetesen meg is fogjuk tudni oldani. Mert hogy nem mindegy, hogy ezt az egész történetet hogyan közelítjük meg. Mindezt, amit eddig elmondtál, ez minden emberre jellemző, vagy vannak kivételek? Hát az akadémikus orvoslás tesz kivételeket, és hát nagyon sokféle ismér szerint próbál valamilyen rendszert alkotni, nemtől, kortól, etnikai hovatartozástól, iskolázatságtól, testtömegindextől, stb. Teszi függővé, hogy valaki megbetegszik, vagy nem betegszik, és hány olyan eset van, amikor valaki teljesen egészséges, vagy mondjuk egészen vékony, és mégis fáj a dereka, és akkor nem mondhatom azt, hogy azért fáj, mert elhízott. Szóval a germán gyógytudomány rámutatta arra, hogy nem ezek a tényezők határozzák meg a betegségeknek a kialakulását, hanem a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások ezeknek a konfliktus aktív és ebből adódóan a megoldási hossza, illetve, hogy valóban megoldom, vagy nem oldom meg, és hányféle sín lesz az, ami visszahoz engem ezekbe az értelmes biológiai különprogramokba, illetve még arra is rámutat,
hogy hogyan változik meg a személyiségünk azáltal, hogy nem oldottuk meg a konfliktusokat. Miért vannak hangulati változásaink? A germán gyógytudomány tehát valóban tudomány, mert reprodukálható, minden embernél ugyanúgy zajlik le, mindegy, hogy bantu néger vagy eszkimó, ha halálfélelmi konfliktusa lesz, tüdőszövet szaporulatot fog elindítani. Még az állatok is így reagálnak rá, tehát nem csak az emberekre vonatkozik ez az öt biológiai törvény, hanem az állatokra is ugyanígy vonatkozik. Tehát mindezt az állatorvosok is, hogy mondjam, tudnák alkalmazni, ha ismernék. Nincs benne olyan, tehát, hogy egyeseknél ez lesz, meg másoknál az. Vannak statisztikailag gyakrabban előforduló betegségcsoportok, mert a megélése az illetőnek két-három szervre is kiterjedt. Mondjak egy példát, például Bazedov-kor. Ez nem a szemünknek a kidüledése, nem a pajzsmirigy túlműködésnek a következménye, hanem egy szemmel kapcsolatos, meg nem oldott konfliktusé. Ez teljesen logikus, hogy a pajzsmirigyemnek megvan a maga feladata, lásd ehhez szóló webkonferenciát, a szememnek meg az a feladata, hogy nézzen és lásson. Na szóval, nem kell statisztika, mert minden ember a saját számára 100%. Teged vigasztal az, hogy a betegségedből az emberek 80%-a meggyógyul, és 20 nem. Nem, mert mindenkiben az merül fel, hogy mi van akkor, ha az a 20% pont rám jellemző. Na, és akkor megvan az, hogy miért nem gyógyul meg az a 20%? Na, ugye itt jönnek be azok a dolgok, hogy a germán gyógytudomány ismeretével se fog mindenki meggyógyulni, aki nem hajlandó a konfliktusait feloldani, aki ragaszkodik köröm szakadtáig ahhoz, hogy gyűlölködjön, hogy gyűlölje az anyját, vagy hogy gyűlölje a szomszédját, és még mindig rágódjon régmúlt dolgokon. Tehát ezek a dolgok, ezeket nem lehet tablettákkal megszüntetni. Itt vagy én változom, vagy nem változik semmi. De nézzük meg, hogy az izomra, az izmokra ható konfliktusok hogyan működnek, hogyan zajlanak. Ha jól figyeltem, az előbb azt mondtad, hogy az izmokra kétféle dolog hat. Az egyik, ami táplálja, a másik, ami mozgatja. Jól értettük? Próbáljuk meg az általánosból a Igen. részletekre terjedően haladni. Mit kell erről tudni? Hát, nagyon egyszerű kijelentés, ugye, hogy a mozgással kapcsolatos konfliktusok fognak az izmokra hatni. Hát ez olyan dolog, hogy a meleg víz az meleg. Igen. Körülbelül ez egy ilyen kijelentés, és az nem hideg. Tehát, de teljesen előről kell elindulni, mert vannak olyan ezotérikus magyarázatok, hogy az embernek a jobb agyféltekéje berosál és átvándorol a bal oldalra. Szóval Á, mégiscsak vannak ilyen sejtek. nincsenek ilyen sejtek, csak elképesztő elképzelések vannak, csak ne felejtjük, hogy Hammer doktor tudományos táblázatban foglalta össze mindazt, amit elmondott, és ez a mai napig egy megcáfolhatatlan tudomány. Ha jól tudom, Hammer doktor tézisei többször is próbára tették, hogy bebizonyítsák azt, hogy ezek nem így működnek, és eddig egyszer sem sikerült. Ez pontosan így van, hát akit ezek a riportok érdekelnek, azok nyugodtan a weblapon nézzenek szét, és találnak ezzel kapcsolatos információt a Germán Gyógytudomány menüpontban. De térjünk vissza a mozgászavarokhoz, tehát, mint mondtam, az önleértékelés, az önpusztítás, tehát a mozgással kapcsolatban az izmok tömege lesz lesorvasztva konfliktus aktív fázisban, de a mozgató központból, a kérgi központból kiinduló működésgátlás, az viszont magát a mozdulatot nem fogja hagyni, hogy létrejöjjön, tehát ez lesz a bénulás. Mi van? Ez a konfliktus aktív fázis, ugye? A megoldási fázisban természetesen jelentkezik a fájdalom és az izomrángások, majd a krízisben, epileptikus krízisben görcsök, izomgörcsök és epilepsziás görcsroham jelentkezik. Na most ezeket a dolgokat a beteg egyszerre éli át. Tehát nem lehet külön szedni, bocsánat, nem lehet külön szedni a történetet, mert a lelkünk nem ilyen vázlatpontok szerint működik. Ahogyan itt mostan bemutatjuk, csupán csak didaktikai szempontból van szétszedve
ez az egész történet, mert valójában az önleértékelést, a mozgásgátlást, és még egyéb dolgokat is egyszerre fogunk megélni, tehát ezeket a dolgokat egyszerre kell megoldani. Nyilvánvalóan nem vegy tiszták a konfliktusaink, tehát nem csak egyféle megélést tudunk egy ilyen helyzetben produkálni, hanem ezek össze is függnek és egymásból következnek. Hát nagyon jó, mert mindig elmondom tanfolyamokon, hogy minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát szétszedni. Ismerős ez, ugye? És már is mutatok példát rám. Tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy a baloldali testfelét le akarja sorvasztani, akkor a következőket kéne megélnie. Így jó, itt tetszik az előadás? Nem, nem, nem. nem. Ne azt mondjuk, hogy hogyan csinálja, hanem, hogy hogyan ne. Hát persze, természetesen ebből az következik, hogy hogyan ne csinálja, de ha elmondom, hogy hogyan juthatunk el ide, akkor talán könnyebben magára ismer valaki, tehát csupán csak ebből a megfontolásból indulok el innen. Tehát ez a fólia pont arról szól, hogy az önleértékelés, ugye, mert képtelen voltam megkapaszkodni, vagy védekezni, vagy stb. Ezek a konfliktusok elindítják az izomban a sorvadást. De mondok egy egyszerű példát, úgy különben itt baloldalt lent látható az a agyi metszet, ahol a fejünk tetejétől, ugye, egészen le a lábunkig, láthatók az agyi relék, amelyek az adott izomcsoportnak az erősségét adják, mert innen megy az erő, és az ügyesség pedig a kérgi központból. Na most, ha valakinek van egy párkapcsolati konfliktusa, úgy ott is beszéltem erről, vagy egy munkahelyi konfliktusa, legyen az illető egy balkezes férfi, és összeveszett, legyen ez egy középvezető, és összeveszett a felettesével. És nagy igazságtalanságnak éli meg mindazt, ami történt vele, tehát a baloldali nyaki izomcsoportját fogja sorvasztani. Ugyanakkor, hát ő sem volt teljesen igazságos a főnökéhez, a vállövet fogja ebből adódóan a vállöv izomzatát lesorvasztani, de a konfliktus következtében áthelyezték, és így az életéről elképzelt dolgok, az életműve tönkre ment, tehát sorvadni fog már a háti izomzat bal oldala. Derék betörték a karrierjét. Az most következik, igen, ezért fogja a derekát is lebontani, mert a személyiségben megélt önleértékelés az a derék izomzatait fogja érinteni, és ezt az egészet képtelen elviselni, tehát a csípőizület izomzatát fogja lebontani, és képtelen kilépni ebből az egész helyzetből. Ez azt jelenti, hogy a bal alsó végtag fog elsorvadni. Tehát láthatjuk, hogy egyetlen konfliktusból, a saját megélésünkből adódóan nagyon sokféle dolgot tudunk csinálni. Na most, ha ez végig konfliktus aktív fázisban van, akkor lesz ebből ez a féloldali izomsorvadás, amit ALS, amiotrofiás laterál szklerózis néven ismerünk. Ha viszont függőgyógyulásban történik, tehát mindig elakad a történet a megoldási szakasz elején, akkor az izomtömeg egyre vastagabb és vastagabb lesz, és ezt az egészet nevezhetik majd izomszarkómának, holott az izomtömegnek a túlépítése csupán azt jelenti, hogy egy elakadt gyógyulási folyamatról van szó. Tehát itt egy olyan konfliktusról beszéltem, amiben az önleértékelésnek volt nagyobb hangsúlya az összetevő között. De én egy olyan konfliktust élek meg, ahol a mozgató központomból indul ki a blokkoló, gátló üzenet, akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem fog több mozgató ideg ingerület kijutni az izmokhoz. Tehát a blokkolás az itt történt a motoros kérekben, amit itt kék színnel jelzett Hammer doktor. Azért van itt is kékkel írva. Azért van itt is kékkel írva, hogy utaljak arra, hogy milyen központból indulnak ki ezek a konfliktusok. Tehát az a megélés, hogy mintha meg lennék babonázva félelem. Váratlan meglepetésszerű valami.
Befordulok a sarkon, és szembeáll velem három, hát nem éppen Mumus. három mumus, igen, három mumus, és az ember leblokkol, meg is rémül, és hát a rémületben azért az emberek leblokkolnak. Tehát köpni nyelni nem tud, odébb lépni nem tud a hirtelen megélt történetben, és ebben a pillanatban, a konfliktus aktív fázisban azt éli meg, hogy nem tudok elmenekülni, kitérni előlük, és ez blokkolni fogja tehát ebből a mozgatóközpontból az izmoknak a működését, de ne felejtjük, hogy az önleértékelés, mivel erre mind képtelen vagyok, ez az izomsorvadást is el fogja indítani az adott helyen. Na most a dolog nem áll meg itt, hanem fellépnek még egyéb tényezők, és erre is ki kell térni, ezek az érzékelési zavarok. Hogy jönnek ide az érzékelési zavarok? Láthatjuk, a mozgató központ mögött ott van pirossal jelölve az érzékelési központ, ami gyakorlatilag a szenzoros kéreg, vagyis a kültakaró séma szerint működő labhámunknak az irányító központja. Na, amikor én megélek egy ilyen konfliktust, mintha megvolnáig babonázva konfliktust, ugye, akkor ettől az egész történettől szeretnék elválasztódni, el akarnék onnan, az egészet itt szeretném magamtól távol tartani, tehát ebben a pillanatban, konfliktus aktív fázisban nekem a bőröm az adott helyen érzéketlenné válik, mert ugye ez a felhámnak a története, lásd a bőről szóló előadást, és ha viszont már megtörtént a bénulás, vagy épp megoldási szakaszba jutottak az izmok, még akkor is fennállhat nekem konfliktus aktívan az érzékelési zavarom, csak megváltozik a témája. Mert most már nem az a bajom, hogy el akarok választódni ettől a társaságtól, aki rám akar támadni, hanem már az a félelmem, hogy elhagynak engem, és elvesztem a testi kontaktust, mert már a mozgásomban én korlátozva vagyok. Ez gyakorlatilag, ha jól értem, és javíts ki, hogyha butaságot mondok, történik valami, földbe gyökerezik a lábam, ettől nagyon el akarok választódni, és abban a pillanatban, hogy ez a nagyon el akarok ettől a körülménytől, helyzettől, konfliktustól választódni, hozza magával a tüneteket, és akkor, amikor tüneteim vannak, akkor meg már attól félek, hogy el fognak hagyni. Igen, jól értem. Igen, de a biológia ugyanazt a választ adja a kültakaró séma szerint, konfliktus aktív fázisban sorvadás és érzés kiesés. Tehát ezért van az, hogy a béna végtagban az érzés is kiesett. De teljesen mindegy az, hogy a konfliktustól el akarok választódni. Nem és a konfliktustól, az embertől. Az embertől. Az elválasztási konfliktus mindig személyre vonatkozik. Nagyon köszönöm, kiprovokáltam mégiscsak. A helyzettől, ettől az embertől el akarok választódni, viszont a szeretteimtől meg nem akarok akarok elválasztódni, ugyanaz az érzés. Igen. Csökkenés fog elépni. Biológiailag ugyanazt a biológiai válasz fog megszületni. És akkor eljutunk oda, hogy lebénultam. Oké? Okay? Ez azt jelenti, hogy konfliktus aktív fázisban vagyok, és az izmaim görcsbe vannak. Ezt úgy fogják érzékelni, hogy spasztikus bénulás. Ugye ez azt jelenti, hogy a páciens még konfliktus aktív fázisban van, tehát sápat, hidegek a végtagok, és görcsben vannak az izmok, a spasztikus bénulás ezt jelenti. Ha beindul a megoldás, akkor azt jelenti, hogy kimelegszik a beteg. Ezért nevezi Hammer doktor ezt a vörös guttaütésnek, az előbbit meg fehér guttaütésnek. A beteg ebben a helyzetben ugye már meleg lesz, van étvágya, sokat alszik, van agyödémája és van fejfájása is ebből adódóan, de még mindig béna, viszont most már pegyhüd bénulása van. Vagyis megszűnt az izomgörcs, és melegek a végtagok. Ne feledjük el, hogy ebben az esetben az agyödéma nem csak a motorikus kéregben, hanem a fehér állományban is kialakul, és ez átmeneti rosszabbodásnak látszik. Tehát ha értjük azt, hogy mi történik az izmainkban, és azért tartjuk ezt az előadást,
hogy bárkinek ilyen tünetei lennének, akkor tudjon arról, hogy ő éppen hol tart, és ne álljon meg itt, könyörgök, leért a padlóra, haladjunk tovább, mert még van tovább, és ebből van a megoldás. Mit jelent az, hogy vagotónia? A vagotónia azt jelenti, hogy a megoldási szakaszban a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya jut érvényre, a nervus vagusról, a bolygó idegről kapta ezt az elnevezést, és csak annyit jelent, hogy ez az ideg, tehát ez a tényező lesz az, ami segít nekünk visszaépíteni mindazt, amit lebontottunk a konfliktusaktív fázisban. Fájdalom, gyulladás jelentkezik a visszaépítésnél is. Épp úgy, mint amikor a felesleges sejteket bontom le, mondjuk egy mandula gyulladásnál. De összefoglalva mindazt, amiről eddig beszéltem, csak hogy vegyük észre, van mozgászavar, van izomsorvadás, és van érzészavar. Vagyis mind a hárommal kell foglalkoznunk. Itt vannak a megfelelő központok a mozgászavarnak, az érzészavarnak és az önleértékelésnek a helyreállományi központjai. És ez mind azért indul be, mert képtelen voltam valamit meglépni, kilépni, kiugrani, stb. Ne feledjük, hogy ezek a konfliktusok, a mozgással, érzészavarral kapcsolatos konfliktusok is rákkal egyenértékű megbetegedések. Tehát ugyanúgy történik, mintha egy daganatról beszélnék. Csak természetesen, hogy más lesz a végkifejlet. Van tehát egy mozgással kapcsolatos DHS, ugye? Erről van szó. Van az agyban hámeri gócuk, van a konfliktus aktív fázisban szimpatikus idegrendszer túlsúly, vagotónia a megoldásban, ahogy már beszéltem, és agyi ödéma jelentkezik. Ne feledjük, hogy ez az agyi ödéma felelős azért, hogy a pegyhűt bénulás alatt még mindig úgy érezzük, hogy rosszabb az állapotunk, mint volt. Na most a funkció kimaradást eredményez, mind az érzékelés kiesés, mind a mozdulat kiesése, ugye? Ez funkció kimaradás, és itt nem történik egyébként más, viszont a motoros bénulásoknál a gyógyulási fázisban, az epileptoid krízisben mindig van epilepsziás görcsroham. Na most ez is egy általános megfogalmazás, a részletekre ezután fogok majd kitérni, de az epilepsziás görcsroham, vagy a epileptoid krízis előtt már megjelennek az izomrángások, vagyis keresi az exudatív fázisban, vagyis itt a megoldás első szakaszában az ideg az izmot, és létre kell jöjjön megint az ideg-izom kapcsolat, és ez lesz azoknak az akaratlan kis izomrángásoknak a magyarázata, amit szerintem már mindenki megélt, csak egy vagy két nap alatt megoldott egy izomhoz kötődő konfliktust, és csak azt vette észre, hogy az izmai akaratlanul rángatóznak. Na most a szenzoros, tehát érzéskiesés, az az epileptoid krízisben ne felejtsük el, hogy mindig abszanszal jár, vagyis emlékezetkiesést okoz. És úgy tűnne esetleg, hogy ebben az esetben, ugye, ha még izomrángás is van, akkor grand mal epilepsziáról fogunk beszélni. Mozgászavarokról összefoglaló táblázatot közlök, tehát amikor az önleértékelés van, mondjam azt, hogy előképpen ez a fő megélése a páciensnek, akkor a sorvadás lesz az, ami elindul, és természetes a sorvadást működés, csökkenés, gátlás fog követni. Természetesen az elsorvadt végtag már nem úgy működik, mint az egészséges. Ha ez féloldali, akkor itt látjuk, hogy amiotrófiás laterálszklerózis jön létre. Na most tudom gátolni a működést, és akkor alakul ki a szklerózis multiplex, és ez azt jelenti, hogy a működés gátlásánál megálltam, és nem mentem tovább. Ha tovább megyek a működés gátlásán, de nem oldottam fel a konfliktust, akkor a függő gyógyulás miatt Parkinson-kor, chorea minor vagy bizonyos tikkek alakulnak ki. Ha viszont policiklikus a lefolyás, akkor a visszatérő mozgászavarok fognak jelentkezni epilepsziás görcsrohamok jelenlétében. Lássuk ezeket röviden
ismétlésként, mert vannak dolgok, amelyeket már külön webkonferencia anyagban elmondtam, de a Parkinson kórról és a Korea Minorról eddig részletesebben nem beszéltem. Tehát itt van a függő gyógyulás, ugye azt jelenti, hogy nem jutottunk el még az epileptoid krízishez sem, és állandósulnak az izomrángások. Na de miért? Arról van szó, hogy ugye a konfliktus nincs érzelmileg megoldva, tehát dolgoznak a sinek. És ezek a sinek, ezek túl gyakoriak, mondhatom azt, hogy minden nap előforduló sinekről beszélünk, és ez lehet akár a munkahely, akár az otthon. Kérdés, hogy a magát a mozgással kapcsolatos konfliktust hol éltük meg. És az ott jelentkező izomrángások azért fognak fellépni Parkinson-kor formájában, mert mindig az epileptoid krízis előtt jelentkeznek, és mielőtt odaérnék, már megint sínre kerülök. Például egy ügyvéd azt élte meg, hogy képtelen a dolgokat, az ügyeket a kezében megtartani, kézben tartani az egész irodát, és természetes, hogy a mindennapi irodai munka volt az a sín, ami nála a partner oldali kezén elindította a kéznek a remegését. De másik embernek egész testre kiterjedő remegést okozott az a félelme, hogy nem tudott igazolni bizonyos árunak a beszállítását, ez erdélyi történet, és olyan gyógyszerekről volt szó, amelyeket teljesen ő legálisan hozott be, de rámászott az itteni hatóság, és börtönbüntetéssel fenyegette. A félelem az, félelme attól, hogy bekerül a börtönbe, indította el több izomzatban is az izmoknak a remegését, hiszen ezt az ügyet 15 éven keresztül húzta maga után, és minden nap ebben a félelemben élt, hogy bármikor bezárhatják. Na most, amikor egy betegnek két motoros konfliktusa van szemközt a két agyféltekén, akkor létrejön egy úgynevezett skizofrén konstelláció, de kérdés az is, hogy ez hogyan jön létre. Mert lehet neki egy motorikus kényszer képzete, és akkor ebből egy egyszerű tik fog kialakulni. Ezek nagyon érdekes, furcsa dolgok, valakinek rángatózik a szája, rángatózik a szeme, vagy rángatózik a nyaka, mert még mindig nem tudja elfogadni az igazságtalanságot, amit ő megélt. Viszont abban az esetben, ha a konfliktust önmagában egy látszólag értelmetlen mozdulatsorral hajt végre, akkor ez a mozdulatsor lesz számára az, amit folyamatosan ismételni fog, mint az a magas beosztású ember Budapesten, aki amikor nyugdíjazták, és végre már többet nem mehetett be dolgozni, megkérdeztem tőle, és mit élt meg akkor, amikor az utolsó nap eljött a munkahelyéről, és tudta, hogy holnaptól már nem kell bejön dolgozni. A válasz csak annyi volt, mintha kidobtak volna egy mozgó vonatról. És ugyanazt a mozdulatsort játszotta le, mint amit a cowboy filmekben látunk, mint amikor ledobják a cowboyokat a mozgó vonatról, és gurulnak le a töltés oldalán. Ez a hölgy ez egyfolytában ezt a mozdulatsort csinálta, de le tudta állítani addig, amíg jelen volt a pillanatban. És természetes félrediagnosztizálták, három orvos Parkinson-kornak nevezte mindazt, ami nála egy Korea minor volt, és kapta a Parkinson ellenes gyógyszereket. Szóval érdekes történetek ezek. Van olyan, hogy epilepsziás görcsroham, ugye itt van a képlete, Hammer doktor rajza szerint, mindig kimegyünk a programnak a végére, de mivel nem oldottuk fel a konfliktust érzelmileg, ezért a sinek miatt újra, meg újra, meg újra az egész program elindul. Most erről csak nagyon röviden, emlékeztetőleg néhány gondolat. Tehát nyilván, hogy mozgással kapcsolatos konfliktusról beszélünk itt is, és az epilepszia alatt, magában az epileptoid krízisben, az epilepsziás görcsroham alatt, ugye mind testileg, mind lelkileg egy felgyorsított felvételen újra átéljük a konfliktust.
És ismétlődnek azok a mozdulatok, amelyeket akkor szenvedtük el, amit szerettünk volna megtenni, vagy nem tudtuk megtenni, vagy éppen ezek a mozdulatok váltották ki nálunk ezt az egész konfliktust. Tehát mindenkinek még egyszer a saját megélése az egyetlen valóság, és külső szemlélő, ha megfigyeli, hogy egy grammál epilepsziában milyen mozdulatsort csinál az adott páciens, melyik oldali izmai azok, amelyek rángatóznak, ugye, akkor természetesen utólag fel lehet fedezni, hogy miről van szó. Valójában teljesen egyértelmű, mert az első epilepsziás görcsroham akkor kerül megnyilvánulásra, amikor a konfliktust az illető feloldotta. Na most ugye mondtam azt is, hogy nem tesz az agyunk különbséget a valóság, az álom és az illúzió között, és ezért van az, hogy a képzeletbeli történetek, vagy hasonló történeteknek a megnézése interneten, vagy álmunkban újraálmodva a dolgot, újra epilepsziás görcsrohamot fogunk produkálni, és az ilyen ember azt hiszi, hogy hát ő bevizelős, mert éjszaka mindig bevizel. Holott éjszaka epilepsziás görcsrohama van, és ugye az epileptoid krízisben a hólyag ürül, mert a szfinterek megnyílnak. Na most mindig az a kérdés, hogy kihez kötődik ez az egész, ezt azért jó lenne megtudni, és amíg a konfliktust magát nem tisztázunk, és annak minden részletét, ugye, addig nem fogunk valós megoldáshoz eljutni, hiszen a krízisnek a lényege, a biológiai értelme pontosan az, hogy a Hammeri gócból kiürüljön a folyadék, az ödéma megszűnjön, és az agyi központ ismét elkezdjen normálisan működni. Amikor az epilepsziáról szóló webkonferencia előadást meghirdettük, mint értelmes biológiai különprogramot, volt egy megjegyzés, hogy ennek semmi értelme nincs, ott valaki a Facebook oldalunkon ezt rögtön szóvá tette, nem tudom, megnézte vagy nem az erről szóló előadásunkat, de tény és való, hogy az epilepszia is egy értelmes biológiai különprogram, csak az nem értelmes, hogy nem tudjuk feloldani a hozzá kötődő konfliktusainkat. Meg most már az sem tűnik nagyon értelmes dolognak, hogy pontosan antiepileptikumokat adunk akadémikus orvoslás szerint ezeknek, tehát gyakorlatilag megakadályozzuk azt, hogy ez a ödéma megszűnjön ezekkel a szerekkel, vagy nem, ezekkel a szerekkel, azt érhetjük el, hogy az ember folyamatosan konfliktus aktív szakaszban lesz, és akkor el se jut a megoldáshoz és az epileptoid krízishez. Ezt el lehet érni. De semmilyen tabletta, kapszula, kütyű, kenőcs, sampon, kúp vagy bármi nem fogja megoldani helyettünk azt, amit nekünk érzelmileg kell megoldani. Ezt azért értsük meg. Nem az a kérdés, hogy mit kell bevennem, hanem az a kérdés, hogy mit kell megtennem azért, hogy ne legyen epilepsziám. Aztán a meg nem oldott konfliktusok természetesen, ahogy mutattam, izomsorvadást indítanak el, ha leértékelés az adott tünet, ben a fősúly, de a mozgás gátlásával viszont le tudjuk bénítani magunkat. És ez semmi más nem kell megélni, csak egy olyat, hogy hát ennél még a halál is jobb című történet, és akkor innentől kezdve a konfliktus aktív fázisban le fogjuk bontani, illetve le fogjuk blokkolni, bocsánat, leblokkoljuk az izmunknak a működését, mert miről van szó? A halottnak tettetés az, ami egy fantasztikus túlélő trükk a biológiában. Láttunk interneten ilyen felvételt, hogy az egér négy lábát az ég felé tolta, halottnak tettette magát, a macska elment mellette. Aztán miután a macska elment, felugrott és elszaladt. Tehát a dermedté válás, kérdés, hogy ez ki hogyan élheti meg? Hát azt gondolom, hogy a macska látványa az egész számára egy nagyon rémisztő és félelmetes dolog lehet, hiszen ez az ő végét jelenti, és gyakorlatilag arról is tudunk, hogy ezért a macska szeret még egy kicsit incselkedni az egérrel. Valószínű, hogy azt éli meg az egér, hogy ennél még a halál is jobb, mint a macska játszadozzon velem, de hát mi emberek vagyunk, és rengeteg olyan élethelyzetet tudunk megtapasztalni,
vagy ha úgy tetszik, megteremteni tudom, hogy nem így tetszik, mert Igen. általában nem van az helyzetben, mindig külső körülményekre vagy más emberekre tudunk mutogatni, hogy ez az élet már nem élet, így nem tudok kitérni, kilépni, nem tudom elhárítani ezt Ebbe bele kell dögleni. a veszélyt, ebbe Igen. bele kell dögleni, ennél tényleg a halál is jobb. Ezek azok az állapotok, amelyek mind-mind a szklerózis multiplex programot indítják el. Annak függvényében, hogy mire asszociáljuk ezt, hogy ennél még a halál is jobb, és milyen mozdulathoz, vagy jobban mondva, milyen izomhoz köthető ez a történet, annak függvényében fognak megmutatkozni a tüneteink. Például, ha nem tudok megkapaszkodni, vagy elhárítani, kivédeni valamit, akkor a karok, a kezek azok, amelyek érintettek lesznek. Ha nem tudok kitérni valami vagy valaki elől, és ezt a kitérést úgy tudom magamnak megfogalmazni, hogy a vállamat és a hátamat elhúzom, tehát hogy csak elmenjen mellettem, Igen. akkor így a váll és hátizomzat lesz érintve. De ha nem tudok kitérni az útjából, Vagyis nem tudok elmenekülni. elmenekülni, nem Így tudok van. kilépni, tovább lépni, faképnél hagyni, se kilépni, se belépni. Sokszor vannak olyan helyzetek, akár munkahelyi konfliktus halmozásnál, amikor nem tudjuk, hogy maradjunk, vagy inkább menjünk, mi lenne az okosabb megoldás, kilépni az egészből, benne maradni, hiszen itt is jön a nagy elemzés, hogy hogyan bukok kevesebbet, mikor vesztek kevesebbet, hogyha maradok vagy megyek. De egy erőszakos cselekmény is beindít egy ilyen történetet, Vagy egy hogy ettől erőszakos esemény, még igen. igen, gondolok itt a nagyon komoly abúzusokra, akár testi bántalmakra, vagy nemi erőszakra is, hiszen ez is egy olyan történet, ami elől nem tudok kilépni, Elmenekülni. vagy elmenekülni, vagy egy olyan helyzetre, amikor valaki behajtóként tudja a munkahelyünket, a lakcímünket, nem tudok előle Igen. kitérni, nem tudok mit tenni, nem tudom elhárítani ezt a helyzetet. És szeretném, ha észre se vennem. Ráadásul ez lenne a legjobb, hogyha meg nem történtén, meg nem láthatóvá, észre nem vehetővé tennénk magunkat. Nagyon sok ilyen történet és megélés kapcsolódik a szklerózis multiplex programhoz, már maga az is, ahogy ez kialakul, egy észrevétlenséget szeretnénk magunkra húzni, hogy csak ne vegyék észre, hogy ha azt élem meg, hogy nem tudok megkapaszkodni, nem tudok belépni egy autóbuszba, egy villamosba, egy járműbe, nem tudok kiállni magamért, mert alig tudok megállni a lábamon, az is csak súlyosbítja a helyzetet. Igen, ez nagyon gyakori állapot. Általában van egy ilyen zsibbadáshoz hasonló görcsös érzés. Igen, ez. Erről én is be tudok számolni, hogy ezek a pár pillanatra, akár egy-két percre is tehető állapotok, amikor az izom teljesen görcsbe rándul, és nem óhajt ebből a görcsös állapotból ellazulni. Ilyenkor van én úgy neveztem, hogy a kirakat néző állapot, amikor megállunk egy kicsit pihenni, tettetve azt, hogy nincs semmi komoly baj, Persze. viszont ez is egy újabb konfliktus, mert gyakorlatilag többször is átgondoljuk, hogy valójában el akarunk-e mi oda menni, vagy sem. Ez a ki vagy be állapot, hogy már azt sem tudjuk, hogy merre menjünk. Ez is egy újabb Igen. szklerózis multiplexnek a konfliktus háttere, illetve nagyon sokszor érezzük azt is, hogy nem tudunk elmenni, nem tudunk tovább lépni, ami szintén a lépéshez, lábakhoz kötött konfliktust jelenti. Én az imént arra szerettem volna kihangsúlyozni a történetet, hogy azért, ha valakinek csak annyi tünete van, hogy ilyen görcsös fájdalom lép fel az izmába, váratlanul, meglepetésszerűen, nem is érti, hogy mitől. Ez lehet éjszaka, ugye? De lehet napközben is, és aztán egyre rövidebb szakaszokat bír végigjárni. Ez lesz a klaudikáció intermittens, amikor váltakozva jönnek ezek a tünetek. Vajon miért? Mert ugye policiklikus a lefolyás. Az azt jelenti, hogy nem csak a képtelen vagyok
kilépni vagy elmenekülni történetem van itt, hanem ehhez hozzá kapcsolódik a békjó érzés is. És ez viszont már a végtagokban levő ereket érinti, és az, hogy érszükület alakul ki ezekben a végtagokban, amit ugye angiográfiával ki is mutatnak, ez azt mutatja, hogy spasztikus állapotban van az adott izom. Ezt gyógyszeresen meg lehet tágítani. De erről majd egy külön történetben. Szeretnék arról is egy mondatot szólni, hogy a szklerózis multiplexával való találkozás is egy nagyon drámai helyzet, hiszen hamar a pillanatban, amikor előrejelzik ezt a kerekes cikket, amit az ábrán is lehet látni, akkor mindenkibe belehasít az az érzés, hogy hát én el fog jönni az a pillanat, amikor majd nem fogok tudni járni. Nagyon Igen. sokszor az orvos ki is mondja azt, akár egy prognózissal, hogy 7 éves kerekesszékbe fog kerülni, és soha többé nem fog tudni a lábán megállni, vagy a saját lábán járni. Azt gondolom, hogy ez csak súlyosbítja a Igen, helyzetet, és egy újabb konfliktust ez indít igen, el. ez a diagnózis sok és következmény konfliktus, és mivel elhiszi a beteg, hogy ez így lesz, ezért ott is ragad a kerekesszékben. De De. kérdés, hogy ki akar-e szállni a kerekesszékből, vagy nem? Akkor lépjünk tovább. Akkor lépjük tovább, és nézzük meg, hogy mi a gyógyulás csapdája. Mert ugye, amint mondtam, a dolgokat nem lehet csak didaktikailag szétszedni. A lelkünkben ezek a dolgok sokkal jobban össze vannak fonódva. Ugye az egyre fokozódó mozgászavar, az fokozza az önleértékelést. Az önleértékelés a mozgászavar, csak akkor ezt nem akarom reggelig folytatni, de ezek összekapcsolódó dolgok, mert képtelen vagyok megkapaszkodni, ahogy mondtam az előbb, vagy kitérni, vagy elmenekülni, vagy azt se tudom már, hogy merre menjek, És az egésztől el is akarok tudok már választódni, választódni. igen, és itt van, ezért jön be mind a három szín, vagyis a motoros kéreg blokkolása, a fehér állományban levő gócoknak a bemutatása, és az érzékelési zavarok, hogy megint mutatom, ugye a megfelelő helyen lesznek az adott hámeri gócok. A gyógyulás csapdájához tartozik ugye az, hogy érintett a motoros kéreg, tehát az, ahonnan kiindul az akaratlagos mozgás parancsa, és ezért nem fog elindulni a mozdulat maga. Érintett az érzőközpont, mert nagyon el szeretnék ettől az egésztől választódni, vagy már a későbbiekben ugye az a félelem, hogy elhagynak engem, és az önleértékelés pedig az egy adott dolog, ami az adott helyzetből következik, hogy én már képtelen vagyok, mit tudom én, egy lépcsőt, egy 2 centis küszöböt átlépni. Tehát azért foglalom még egyszer össze, hogy mindhárom konfliktust tisztázni kell. Nagyon szerteágazó egy ilyen helyzetnek a lelki megélése, és azért kell ezekkel egybe foglalkozni, mert csak akkor beszélhetünk megoldásról. De az előbb említetted a bevezetőben, hogy vannak olyan helyzetek, amikor maga a gyógyulási szakaszban akad el a folyamat? Az értelmes biológiai különprogram Hát megoldása. igen, elakad, kétféle dolog van. Az egyik az, hogy elakad valójában, és akkor függő gyógyulás alakul ki. A másik dolog az, hogy az, amit átmenetileg tünetek súlyosbodásának tapasztalok meg, ez fog bennem újabb önleértékelést írni. De azért tartjuk ezt a webkonferenciát is, hogy mindenki, aki érintett a témába, tudjon róla, hogy ha ilyet érez, az azt jelenti, hogy a megoldás első szakaszában, az epileptoid krízis előtti szakaszban van, vagyis nyugalom, gyógyul. Még akkor is, ha a tünetei nem erről szólnak per pillanat. Tehát az agyödéma, az fejfájást fog okozni. Az étvágyuk viszont jó, sokat alszanak, meleg a végtagja. Ez a pecsütbénulás. Könyörgök, ha ez van, akkor szoktam mondani, hogy bontson pezsgőt. De ünnepeljen mindenki úgy, ahogy ünnepelni szeret. A lényeg az, hogy legyünk tisztában azzal, hogy hogyan működünk, és akkor, ha ezt tudom, és tovább viszem a folyamatot, akkor a pecshüt bénulásban megjelennek az izomrángások, ezek, amiről beszéltem az előbb, ugye?
és utána jön az epileptoid krízis, ami a gyógyulásnak a jele. Bent vagyok a gyógyulás kellős közepén. Hurrá! Nem kellene innen megijedni, és újra konfliktus aktív fázisba kerülni. Tehát ezért van ez az előadás, hogy ezt megértsük. Na most mit lehet még segíteni, azon kívül, hogy ezt megértjük? A más studenten méhen megakadályozza a recidivákat, mert, mint mondtam, valóságálom illúzió ugyanaz a biológiánk számára, és éjszaka álmunkban tudatlanul is újraélhetjük az egész történetet. Tehát ha hallgatja valaki éjjel-nappal a más studenten méhen, akkor az exudatív fázisból az epileptoid krízisen át átolja a programot ez a dallam, és garantálja, hogy a legrövidebb idő alatt, tehát optimális idő alatt megtörténjen a gyógyulás. Az optikai sínre felhívja Hammer doktor a figyelmet, mert ha azzal kapcsolatos az én konfliktusom, akivel együtt élek, akkor ne csodálkozzak rajta, ha nem tudok ebből kilépni. Tehát ezért jön az, hogy érzelmileg kell, kérem szépen, a dolgokat egyszer és mindenkorra megoldani. Le kell zárni a párkapcsolati konfliktusokat, amint arról 4 héten keresztül tartottunk anyagot, illetve előadást, le kell zárni a munkahelyi konfliktusokat is. Igen, ehhez meg kell tanulni kommunikálni, vagy olyasmit fogunk megélni, hogy hülyét csináltak belőlem. És ez lesz a faciális parézisnek, arcizom bénulásnak az egyetlen oka. Ez a bolondot csináltak belőlem konfliktus képezi az alapot, és hát persze ezt is nevezik néha guttaütésnek, köze nincsen hozzá, viszont az arcizom érintett. És a konfliktus megoldása után az arc beidegződése visszaáll, az érzés is visszaáll. Ugye el akarok bújni, nem akarom, hogy ezt az egészet lássa valaki személyhez kötött elválasztódási konfliktus. Tehát ha viszont így marad, akkor látszólag elvesztette az arcát, és megint csak az jön, hogy maga a tünet lesz az, ami fönntartja magát a konfliktust, és ez a gyógyulásnak a csapdája. Ez a történet akkor is előfordulhat, hogyha nem más csinált belőlem hülyét, hanem úgy érzem, hogy én csináltam magamból hülyét. Igen, ez természetesen így van, mert ugye az oldaliság kérdése azt jelenti, hogy jobbkezesnek jobb oldalt, balkezesnek bal oldalt van a partner oldala, vagyis mindenki, aki nem az édesanyja, nem a gyermeke, és nem ő saját maga. Mert a genetikai vonala anyja, ő és a gyermeke, az a másik oldali tünetet fogja okozni. Tehát ha én jobbkezesként úgy élem meg, hogy bolondot csináltam magamból, akkor a baloldali arcom fog lebénulni, a baloldali fog lebénulni, és jobb oldalra lesz áthúzva az arcizomzatom, mint ahogy itt a második képen is látjuk. Tehát az erősebb izomzat a jobb oldali, a baloldali van leblokkolva. Tehát ha ez a hölgy azt élte meg, hogy hülyét csinált magából, akkor ezt a képet fogja vágni. Viszont ha akkor, hogyha jobbkezes. Miért van az, hogy ezek az arcideg bénulások előjönnek? Mi befolyásolja azt, hogy hogyan élek meg egy helyzetet? Hogyan tudnám elkerülni azt, hogy azt éljem meg, hogy hülyét csinálnak belőlem, vagy hülyét csináltak belőlem, vagy én magamból? Hát épp ezért hoztam ezt a képet. Látsz különbséget? Nem. Nem. Ezt a tanfolyamon is kivetítjük, de ez egy, hogy mondjam, egy sokkal messze menőbb üzenete van, mint első rálátásra. Természetesen, ameddig itt érkezünk, ameddig nem tudunk ítélkezések nélkül élni, addig nem fogjuk a valóságot látni, és addig mindig lesznek elvárásaink, megjegyzéseink, és olyan történeteink, amelyekben konfliktust fogunk megélni. És ez arra is vonatkozik, hogy az önmagammal szembeni el nem fogadás. Tehát ott van az, hogy elítélem magam, mert én úgy gondoltam, hogy én ilyet az életemben nem fogok csinálni. Olvastam levélben. Tehát ha
az ember önmagát se tudja elfogadni. Még önmagával szemben is vannak előítéletei, hogy neki milyennek kéne lennie. És ha nem az, akkor ez Akkor ez önleértékelés. már önleértékelés. De elvárom a másiktól, hogy már pedig, ha az én kenyeremet eszi, akkor azt csinálja, amit én mondok neki. És ha nem, akkor ennél még a halál is jobb. És már is ott vagyunk, ahol vagy hülyét csinált belőlem, összevesz a gyermekével, csinál a gyerek egy hülyeséget, és azt mondja, hogy hülyét csinált belőlem, és az apuci kap egy facial parézist, vagy úgynevezett agyvérzést. Tehát sok minden elárul ez a kép, de nem arra hívja fel a figyelmet, hogy áldozati bárányként bevonuljunk akárhová, ahol nekünk bajunk esett, nem azt jelenti, hogy kapcsoljuk ki az észlelésünket, hanem pontosan arról szól, hogy kapcsoljuk be a valódi észlelésünket, a tisztánlátásunkat, de ameddig ítélkezésekkel fogjuk eltölteni az életünket, addig ebből az egészből nem lesz kiút. Ne feledkezzünk el arról sem, hogy minden ítélkezés mögött van egy elvárás. És az az elvárás, ha nem teljesül, akkor az mindig konfliktusként élem meg. Gyakorlatilag az egész az elvárásaink függvénye, az, hogy mi az, amit én konfliktusként élek meg, és azt milyen intenzíven és milyen sokáig maradok ebben, az szintén csak az elvárásaink és az ítélkezéseinknek a Igen, függvénye. mert ha nem volna az az elvárásom, hogy, akkor nem lenne konfliktusom sem. Tehát itt jön be megint az elvárások nélkül, akkor fogok tudni élni, ha el tudom fogadni a másikat olyannak, amilyen, és nem akarom ráfogni, hogy ő neki hogyan kéne élnie, én szerintem. Hát gyakorlatilag az érzelmi átalakítás az azt jelenti, hogy átértékelem a helyzetet, átnézem azokat a pontokat, amelyekben én meg kell változtatnom a saját elképzeléseimet, a saját ítélkezéseimet, elvárásaimat. Nagyon jól rátapintottál a lényegre, Réka, mert ameddig én magam nem változom, addig semmi sem változik. Amíg a gondolkodásomon nem változtatok, semmi nem fog megváltozni. Erről is van egy egyperces összefoglaló a YouTube csatornán, hogy miért változtassuk meg a gondolkodásunkat. Nagyon lényeges dologról beszélünk, és én azt hiszem, erről a képről még legalább fél órát tudnánk beszélni, de remélem, hogy a fórum alatt lesz egy-két megjegyzés majd ezzel kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönöm ezt a gondolatot, hogy megváltoztatni a gondolatunkat, a gondolkodásainkat és az érzéseinket, és nagyon remélem, hogy mindenki, aki ezt a mai webkonferenciát figyelmesen követte, annak ez sikerülni fog, és szeretném megköszönni Karesznak ezt a kitartó munkát, amivel igyekszik bennünket minden héten kedden egy másféle gondolkodási stílusra vezetni.